Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a mobilő magazin második évadjának 24. kiadása. Továbbra is hát ilyen naturális környezetben vagyunk, mert még mindig vidéken tartózkodom ahelyett, hogy az irodában lopnám a napot. Itt sem lopom a napot, mert az az egyik feladatom, hogy legyeket hezsegessek el magam körül, amik itt szádosnak. A másik feladatom pedig az, hogy elmondjam nektek, hogy miről szól a mai videó. Igazából az van, hogy rengeteg témám lenne, és muszáj választanom egyet, valaki írta az előző adás fórumában, hogy hát a oneplus érdemes lenne beszélgetni. Ha már ugye bejelentették a OnePlus Nord CE 5G-t, ami ugye a Core edition a rövidítése, de közben megérkezett ugye a Motorola define az új kiadása, ami szintén érdekes, befutott a Realme GT 5G, ami szintén érdekes, bemutatták az új Honor telefonokat, és egyúttal kiderült, megerősítették hivatalosan legalábbis Honor részről, hogy lesz a Honor készülékeken újra Google Mobile Services, tehát teljes GMS rendszer és minden olyan dolog, amit eddig a huawei hiányoltunk, az benne lesz az új generációs Honor készülékekbe. Szóval van, van téma, és ezen kívül pedig ugye jövő hétvégén már megyünk MVC-re, amire <laughs> hát egyre többször, több alkalommal derül ki, hogy hogy szakmailag eléggé felesleges útnak ígérkezik, mert közben még Magyarországon is lesznek sajtóesemények, amikre el kell menjünk. Például kaptunk egy meghívót június 29-ére az Oppo Magyarországi Hivatalos indulására, ami ugye azt jelenti, hogy az Oppo ténylegesen jön Magyarországra, a tudomásunk szerint három készülékkel lesznek jelen, és, és hát azokat is be kéne utassuk. Tehát, sok téma van. Maradnék egy picit az Oppo vonalon, csak azért, hogy elmondjam, hogy nem lesznek Oppo anyag nélkül. Miután mi ugye pont 29-én ki leszünk az MVC-n, ezért ugye nem tudunk elmenni erre a sajtóeseményre, de beszélgettem az Oppo megfelelő embereivel, és akikről már régről ismerjük egymást, és kiderült, hogy illetve megállapodtunk abba, hogy én még a bejelentés előtt elátogatok hozzájuk a budapesti irodájukba, és ott szemrevételezhetem az újdonságokat, meg azokat a dolgokat is, amiket egyelőre nem hoznak, de már náluk vannak, és akkor majd ott videózgatok, meg beszélgetek, meg informálódom, meg tájékozódom, és csinálom majd belőle egy olyan videót, ami arról fog szólni, hogy az Oppo most hol tart, mit akar, mi a múltja, mi az elképzelése, ki a célcsoport, stb. stb. milyen termékek lesznek, hol, mikor, mennyiért, milyen színű, és minden egyéb, amit esetleg fel lehet szedni, ilyen kis információ morzsa gyanánt, de ezt ugye nem az MVC ideje alatt fogjuk majd kirakni, hanem a rákövetkező héten lesz majd arról is egy anyag, hogy az oppo van mi újság, ott több lesz a videó bevágás, amit sokan hiányoltak ezekből az anyagokból, mert ott lesz nyersanyag, tehát ott fog készíteni sok-sok vágó képet arról, hogy milyen Oppo telefonok jönnek, meg ilyesmi. Na, ez az Oppo. A másik dolog, ami történt, hogy ugye mi elvileg péntek este mennénk Barszónába, ugye a Bocsai jön a Szent Kuti 11, és tekkető László, valamint ugye jó magam mentünk volna, és ez elég sokáig úgy is volt, hogy így lesz, de közben fölhívott a Komszínia, illetve hát nem fölhívott a Rámír, de igazából mindegy, kapcsolatba léptek velem. A Komszínia ugye egy olyan cég, ami Magyarországon működik, és jármű-jármű kommunikációt fejleszt. Talán már említettem őket itt ebbe az adássorozatban is, hogy volt velük interjú a rádióban is, tök jó sikerült, és nagyon érdekes volt az egész. És akkor azt beszéltük meg, hogy majd egyszer lesz egy olyan alkalom, amikor elmenjünk hozzájuk kamerával, és fölvesszük azokat a dolgokat, fejlesztéseket, amiket ők a jövő autózása és közlekedése kapcsán fejlesztenek. Na most ennek az lett az eredménye, hogy nem elmenjünk hozzájuk, hogy ezt megcsináljuk, hanem ők visznek el engem Hollandiába, ahol van már egy okos kereszteződés, amit a Komszínia upgrade föl, és azon az okos kereszteződésen keresztül be tudjuk mutatni, hogy hogy fog kinézni a jövő közlekedése, tehát hogy hogy kommunikálnak az autók egymással, a kereszteződés az autókkal, az út nyilván tartó központ, a forgalomirányítás és egyáltalán minden, minden, ami abban a kereszteződésben felbukkan, az hogyan beszélget egymással, és erre van egy ilyen demo Keresződés, amit majd meg lehet nézni, és akkor gyakorlatilag ennek az lett az eredménye, hogy a srácok elmennek péntek este Barcelonában a megfelelő járattal, én meg elmegyek péntek reggel uh, Endhovenbe, ahol ugye van ez a kereszteződés, ott eltöltök a kamszínjával némi időt, és hát tájékozódó videózok, csevegek, bajcsevegek, smúzolok, ismerkedem, jópofizok, kedves leszek és bájos, és készítek rengeteg videót, és akkor utána én Hollandiából, utána megyünk Barcelonába, ott lenyomjuk az MVC-t, már amennyi marad belőle, majd hazajövünk, és akkor ugye az MVC ideje alatt lesz egy anyag onnan, ami a furcsa MVC-ről fog szólni, aztán utána következő hétre lesz az oppós anyag, és a következő hétre meg a komszínyás kereszteződéses anyag lesz, tehát hogy most így lett téma, Regneteg, és már előre három hétre látjuk, hogy miket lehet feldolgozni videóban, de Amiről akartam nektek beszélni ma, az a OnePlus, mint olyan és ahhoz, hogy értsétek, hogy, hogy, ez most miért került elő, egyrészt azt kell látni, hogy ugye a OnePlus lefelé bővíti a portfólióját, és jönnek ezek a középkategóriás telefonok, amiket tavaly kezdtek el a Nord szériával, és annak lettek különböző vadhajtásai. És hogy miért csinálják ezt, arra több magyarázat is van. Egyrészt, amikor a OnePlus indult, jó régen, akkor ez egy ilyen exkluzív dolog volt, meg egy kicsit különleges dolog is volt azzal, hogy csúsztelefonos tudást tudtak biztosítani a csúsztelefonoknál olcsóbb árfekvésben, és ezért ez egy elég hamar egy népszerű dolog lett. És ahogy teltek múltak az évek, és jöttek az újabb meg újabb oneplus -ok, úgy közeledett egymáshoz az árazás, a csúcsmodellek és a OnePlus-ok -ok árai így közeledtek egymáshoz, és egy ponton összeértek, ez volt ugye tavaly vagy tavaly előtt, ez nézőpont kérdése, de a lényeg az, hogy a csúcs csúcskészülékek, azok most már nincsenek jobb áron, mint más gyártók csúcskészülékei, Viszont az is tény, hogy a OnePlus nagyon sokat fejlődött a kezdeti időszakhoz képest, szoftverben, kamerában, hangban, nagyon sok mindenben. Tehát, hogy el is érte azt a színvonalat, amit most már egy, egy A-kategóriás gyártó készüléke tud, és ezzel együtt mondjuk el, hogy a OnePlus is A-kategóriás gyártónak számít, mert ugye a OnePlus nem önmagában áll, hanem a BBK electronics a része, amely az Oppo-t, a Vivo-t, a realme és a oneplus is magában foglalja. Tehát elérték azt a szintet, hogy most már csúcsmodell gyártanak csúcsmodell áron, és mégis szeretnének sok telefont eladni, szóval elkezdtek lejjebb nyitni, hát főleg már nem nagyon lehetett, elkezdtek lejjebb nyitni, és jöttek ezek a középkategóriás bigyók, ezek a Nord cuccok, és ugye ennek lett most egy ilyen Nord C5G verziója, ami igazából, most már ugye volt róla tesztünk is, tök kellemes kis készülék, de hogy úgy nem estünk hasra, vagy nem az, amitől hogy úristen, hát mennyire vártunk egy ilyen OnePlus-ra, hiányzik róla ez az, hogy a némító kapcsoló az olyan nagyon vámplászos és tökre szeretjük, meg a vámplász userek is tökre szeretik, az sincs rajta. Szóval egy picit ilyen, ilyen beszürkültebb dolog lett belőle, de látszik az, hogy a vámplász kénytelen bővíteni a portfóliót annak érdekébe, hogy, hogy máshol is versenyezzen a gyártókkal, ne csak a csúcs kategóriában. De a, a azért nem, nem mindig egy szép történet. És én pontosan tudom, hogy aki egy end user, és csak azon, hogy szeretnék egy jó telefont jó áron, az eljut a vámplashoz is bizonyos pontokon, vagy eljutott a korábbi években, és aki OnePlus telefont vett, az általában elégedett. Az Oxygen OS, OS az tényleg tök patika, tök frankó, meg ugye a oneplus -ok is úgy, úgy, rendesen össze vannak, akkor még egy korrekt készülékek. Viszont, viszont ez nem, nem. tehát hogy a oneplus a, a belső működése, meg a kommunikációja, meg a partnerekkel való kapcsolata, Hmm, az azért sok sebbő vérzik, vagy sok folt van rajta. Kezdjük ott, hogy amikor az első oneplus -ok megjöttek a piacra, és te rendeltél, akkor az a számla, amit küldtek hozzá, az minden volt, csak nem számla. Tehát, hogy lehetett érezni, hogy ott, ott, ott senki nem adózik semmit. És erre valamelyest rájösített az, hogy amikor már két-három éve volt OnePlus, akkor pont beszélgettem egy fickóval, akinek volt egy ilyen cége, aki mindenféle dolgokat hozott be az országba, tehát egy import kereskedő ember volt, és akkor gondolkozott arra rajta, hogy a Vámplász termékeket majd ő forgalmazza Magyarországon, meg is kereste a Vámplászt, elkezdtek tárgyalni, ő teljesítette azokat a feltételeket, amiket a Vámplász szabott, tehát hogy a kereskedelmi partnerek, meg boltokba hol jelenik meg, mennyi marketingbüdzsét alokál rá, hogy van a garancia, száport, stb. Tehát, hogy ezeket tudta hozni, tudta biztosítani, és akkor elkerült a szó az árazáshoz, és akkor a OnePlus azt mondta, hogy a, majdnem, hogy bármennyit rendelsz a készülékből, hogy elad Magyarországon, annak ez az ára. És akkor mondtak egy árat, és az az ár, amit neki mondtak, nettó áfamentes, mentes ár, az majdnem szögre ugyanannyi volt, mint amennyiért random Géza a OnePlus.com-on berakta a kosárba, és neki ide kiszállították. Tehát, hogy nem volt értelme behozni a oneplus hivatalos csatornán keresztül, mert annyit teher te, tevődött volna rá, amivel már egyáltalán nem lett volna versenyképes az ára, meg hát aztán kiveszte a OnePlus, hogyha megrendeli online 30%-kal olcsóbban, amiből azért erő erős gyanúl verült fel abban, hogy a OnePlus úgy hozza be Európába a készülékeket, hogy azokon ott valahol van egy kis súnyiság, hogy nem biztos, hogy tisztán érkeznek azok, és nem biztos, hogy hivatalos csatornákkal jönnek be, nem biztos, hogy az áll van vámolva, ez nem volt túl elegáns, persze nem derült ki semmi ilyesmi, csak hát ez a, ez a kis történet ez azt mutatja, hogy azért ott, ott volt simlizés. De aztán ment tovább az élet, és ugye a OnePlus is ugye egyre nagyobb lett, meg egyre ismertebb, úgy azért elkezdett fehéredni, vagy hát legalábbis úgy tűnik, hogy most már nem csak azért emelkedtek az árak, mert ők keresni akarnak rajta sokat, hanem azért is, mert most már kénytelenek hivatalos csatornákon kommunikálni, dolgozni, hozni, logisztikázni, és azért sem tudnak sokkal olcsóbbak lenni, mint bármelyik másik gyártó, de akkor meg elkezdtek azok a problémák jönni, hogy ugye volt egy ilyen adatszivárgás náluk, amire még a bón is rászaladt, mert rendelt valami OnePlus tartozékot, és a bankkártya adataiból visszaéltek, és akkor utána ott szaladgált a pénze után, ami szintén nem volt egy szép dolog. Tegyük azt is hozzá, hogy bármikor mi kimentünk MVC-re, vagy bármilyen másik kiáltásra, ahol a OnePlus ott kellett volna legyen, akkor a OnePlus nem volt ott egy nagy standal, a OnePlus egy ilyen, kis, egy ilyen kis asztalka mögött ült, mondjuk a Qualcomm standján, mint egy partner, és akkor ott próbálták mutogatni a cuccaikat, és ott lehetett velük beszélgetni, meg aztán a kiáltáson kívül szerveztek ilyen kis iszogatást, és akkor ott lehetett velük, ott lehetett velük dumálni. És ebben az időszakban még nem volt a vámplasznak magyarországi képviselete, meg, meg, logisztikai partnere, tehát nekünk direktben a oneplus kellett mindig a tesztkészülékeket kunyizni. És eleinte ezzel nem volt gond, bejelentették az új készüléket, másnapra hozták nem tudom honnan a dobozt, és ott volt benne a zsírúj telefon, és lehetett mutogatni, lehetett tesztelni. Aztán ez megszűnt, és akkor nagyon sokféle különböző ilyen, főleg brit kontakt volt, aki néha küldött sajtóközleményt, benne volt a telefonszáma, és akkor elkezdtük zargatni őket, hogy figyelj, Vajrülök a sajtóközleménynek, tényleg tök fasza, de hát azért mi nekünk mégiscsak az az elsődleges feladatunk, hogy tesztet a termékekről. Küldjetek már egy készüléket, hogy tudjunk róla publikálni valamilyen anyagot. Biztos nagyon jó lesz, mert hát a OnePlus az egy korrekt márka. És akkor húzódoztak, meg átpasszoltak ide-oda, meg a másnap már az a fickó nem dolgozott ott, vagy az a csaj. És a szörnyű időszak volt, teljes káosz volt, vagy kaptunk készüléket, vagy nem, vagy az volt, hogy meg kellett venni, és akkor utána eladni, és akkor úgy tesztelni, szóval az nem, egyáltalán nem volt jó, és egyáltalán nem éreztük azt, hogy mi ö, fontosak vagyunk a vámplás számára, számára bármennyire is. És nem nem elvárás, nem akarom én, hogy mindenkinek fontos legyünk, kicsi országban vagyunk, ráadásul a OnePlus egy marginális piacra lő, de azért mégiscsak ebbe az országba úgy a nagyok közé számítjuk magunkat, szóval igazából nem csak mi nem kaptunk OnePlus telefont, mások sem, tehát hogy, hogy, az, nagyon nagy káosz volt. Na és akkor lett magyar forgalmazó, először egy olyan cég, aki más márkákat is vész, hát nem jutottak egyről a kettőre, elég hamar elvesztették, megszakadt a kapcsolat a Vámplasszal, és akkor utána fölvette a Vámplasz forgalmazását egy másik gyár, másik cég, akik ilyen regionálisan vannak jelen egyébként itt mifelénk is, tehát a csehek is hozzájuk tartoznak, szlovákok, stb. És az körbe egy éve volt, és akkor úgy nagyon rendeződött minden. Tehát, hogy azok az emberek, akik ott dolgoztak, azok más márkákkal is foglalkoznak, mi már régóta ismerjük őket, ők is ismernek bennünket, és mindig jött időben a tesztkészülék, mindig megkaptunk minden információt. Tényleg tök korrektül ment a dolog, egészen addig a pillanatig, ami a közelmúltban történt még a North Sea bejelentése előtt, amikor egyszer csak jött egy szűkszavú közlemény, hogy a továbbiakban nem képviseljük a OnePlus márkát. És hát most nyilván nekem annyi szerencsén volt, hogy ebből felemeltem a telefont és felhívtam az illetékest, hogy hát meglepve ezt a dolgot, hogy mi történt. És akkor ő sok mindent elmondott, amiből nyilván nem mindent tudok veletek megosztani, de az a lényeg, hogy nekik is az lett a problémájuk, hogy nehézkes a OnePlus-szal kommunikálni, ígérgetnek, mondanak ezt azt, hogy milyen taktikájuk meg stratégiájuk lesz a jövőre, aztán pont nem úgy történik, ígérnek mindenféle gyártói támogatást, akár marketingre, akár más jellegű promóciókra, márkaépítésre, nyilván ezek pénzbe kerülnek, hogy ugye közösen haladjanak tovább, és minél több telefon tudjanak majd eladni, azokból se valósult, meg kb. semmi, és igazából azt mondták, hogy közde de köz, nem. Tehát, hogy nekünk ez csak a vesződés a márkával, mi bevittük őket szolgáltatókhoz, mi kezeltük a sajtót, mi intéztük a tesztkészüléket, a garanciáztatást, a logisztikát, a supportot, minden szart intéztünk, ti meg kb. semmit nem csináltatok. És, csak azt mondták, hogy akkor nem. És most jelen pillanatban a nincs magyar forgalmazója, vagy legalábbis én még nem tudok róla, hogy lenne. Azt tudom, hogy vannak, akik érdeklődnek a OnePlus iránt, mint forgalmazók, de most már azért óvatosabb mindenki, mert már ketten megégették magukat, akkor nem biztos, hogy még valaki bele akar ugrani ebbe a buliba, de erre meg azt mondták a oneplus hogy akkor megoldjuk magunk, és egyelőre egyébként megoldják, legalábbis a mi nézőpontunkból nézve, mert hogy mi ugye nagyon féltünk attól, hogy ugye lelépett az a cég, akivel jobban voltunk a OnePlus mögül, és érkezik, vagy lát tudtuk, hogy érkezni fog a Nord c én nagyon szerettük volna, hogy van tesztkészülék, és már épp elkezdtem volna aggódni, amikor szólt a Born, hogy ődre írt valamilyen oneplus kontak kontakt valahonnan a környező országból, aki itt a felelős a régióért, hogy akkor küld nekünk tesztkészüléket. És akkor most ez elsőre meg van oldva. De hogy a következőnél is így lesz -e? Nem tudom. Hogy hogy lesz ebben operátornál? Nem tudom. Hogy hogy intézik el, hogy benne legyenek a boltokban? Nem tudom. Az is lehet, hogy azt mondják, hogy toljunk az egészre és rendeljétek online, ezt el van intézve. De az a lényeg, hogy bármennyire is mint termék, a OnePlus lehet szeretni, lehet érte rajongani, és tényleg fasz dolgokat csinálnak. Ha kapcsolatban vagy velük, és valamit intézni kéne, vagy üzleti partner vagy, akkor már nem olyan mesés a helyzet, de nyilván erről az end user nem tud, tehát nem is kell tudnia. Az end user csak örül, hogy relatív olcsón vett egy, egy frankó cuccot, és használja boldogan, és hát nyilván neki ennyi dolga van, nem is kell tudjon az ilyen háttér dolgokról, de hogy még egy adalékot hozzá tegyek arra, hogy itt van néha ilyen sunyiskodás, az mondjuk az az eset, amikor egy, 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 user írt nekünk, hogy ő indult a oneplus azon a pályázatán, hogy a következő Oxygen OS-be milyen fejlesztéseket tegyenek bele. És ő kitalált valamit, már nem is emlékszem mi volt, de talán a történet szempontjából nem is nagyon lényeges, kitalált valamit, amit megírt, beküldte, és nem nyert semmit, mert ugye lehetett volna kapni telefont, hogyha a te valósítják meg, és annak ellenére nem nyert semmit, hogy az ő ötlete benne volt a következő Oxygen OS release-ben. Tehát be, beletették. És hát ő nyilván nagyon kiborult ezen. Teljes joggal, hogy hát ő kitalált valamit, megírta, azt mondták, hogy nem nyert semmit, és közben meg ott van a fejlesztések között, mint új funkció. És a OnePlus azt mondta neki, hogy hát ezt már tőled függetlenül is kitaláltuk. Tegyél igazságot. Tehát, hogy most lehet, hogy tényleg így volt, Én nem tudom, de akkor meg illet volna neki rögtön, amikor beküldte az ötletét, hogy kösz, ez nekünk is összünkbe jutott, szóval nyitott kapukat döngetsz, de nagyon kedves vagy, hogy írtál nekünk egy ilyet, tessék itt egy ajándék headset, vagy teljesen mindegy, bármi, de ezt el lehetett volna kerülni, hogy egy elégedetlen user kiboruljon a oneplus csak azért, mert igazából tojtak az egészre. Na, úgyhogy, úgyhogy az van, hogy ez van. Tehát mi szívesen tesztelünk OnePlus telefonokat, szeretjük használni a OnePlus telefonokat, meg jó eszközöknek is tartjuk a OnePlus telefonokat, de magával a oneplus nekünk nagyon hektikus a viszonyunk, néha teljesen flottul megy minden, néha iszonyú erőfeszítésekbe telik, mire eljutunk egy tesztkészülékig, néha van olyan köztes partner, akivel tök jó viszonyunk van, néha olyan köztes partner van, akivel pont nincs jó tök jó viszonyunk, akkor megint ugye nehéz, néha hallunk ezt-azt, Néha egy-egy user ír, hogy valami problémája volt a oneplus néha ellopják a bombankártya adatait. Szóval nem, nem annyira mesés és rózsaszirmokkal borított út az, amire a OnePlus az elmúlt évebe végment, de a tény az, hogy, hogy, hogy még mindig itt vannak és tolják, és igazából, igazából értem azt, hogy miért bővítik úgy a portfóliót, hogy bővítik. Ez van. Na, um, nem tudom, mennyit beszéltem, sose tudom, ez, ez egy ilyen dolog. Lehet, hogy lassan végzünk, de pár dolgot még szeretnék mondani. Egyrészt ugye, amilyen technikai jellegű információ, Ugye a zenét azt levettem a videó alól, mert egyszer kipróbáltuk az előző adás előtt, és hanem annak ellenére, hogy valaki javasolta, hogy legyen, mégis az jött ki, hogy inkább ne legyen. Most elvileg ilyen madácsi csergés van, azt talán egy kicsit jobb háttérzaj, még nem annyira monoton. A fókuszt most manuálisra állítottam, remélem jó, mert ugye az előző műsornál meg nagyon ugrált, mert pont abban a fókusz volt a fejem a kamerától, ami még nem a maximális fókusz, úgyhogy az össze-visszaugrált így a háttérrel. Remélem ezt is meg tudtuk oldani, szóval igyekszünk meg figyelni a kommenteket. A jövő heti adásnak a témátünk nem tudom, mert az ugye ez ilyen MVC előtti este, olyannyira, hogy én másnap hajnal vagyok a reptérre, tehát ott lehet, hogy arról lesz szó, hogy mit szám mire számítunk az MVC-n. A, utána ugye van az MVC-n az mvc adás, aztán utána van az oppo adás, aztán van az okos keresztőződéses adás, és utána mondhatok tévát nyugodtan, de addigra valószínűleg rengeteg telefon fog érkezni, a Motorola Defy, az új Realme, jönnek a TCL-ek, most kapunk vagy három xiaomi amik érkeznek, ilyen Mi 11 meg nem is tudom, még miket írtak össze nekünk valami pokó. Tehát, egy, hogy most, mintha elindul ez a tesztkészülék dömping, várjuk az Xperia 3 a Sony-tól. Tehát, hogy, hogy most elég sok termék van a csőben, amit valószínűleg hamar megkapunk, és akkor majd lehet tolni a teszteket. Olyannyira sok egyébként, hogy most fogunk majd ugye úgy megyünk MVC-re is, hogy hogy hát legalább egy telefont mindenki visz magával, mert ha úgyis kicsit lazább lesz az MVC, akkor lehet ezt hírni helyette. Előtte itthon kimérjük a fényerőt, meg az ilyesmit, és akkor majd kint már csak meg kell írni az anyagot, meg hát a terméket. Legalább jó tesztfotók lesznek ilyen utca utcaképekkel. Jó, na, és akkor még el szeretném mondani, hogy holnap Nokia X10 teszt van a mobil arénán. Én előre felhívtam a Nokia-t is, elnézést kértem érte, hogy ez nem lett egy nagyon ömlengű anyag, sőt, mondhatni, hogy annak az ellenkezője, Szerintem az X10 50%-a van túlára az ahhoz képest, amit ér, de minden mást holnapi ezben megtudhattok, megolvashattok, és hamarosan az X20 is jön, hasonló az előzetes verdik, de hát ha egy kicsit ilyen jóállisabb, vagy kedvesebb, vagy egy kicsit jóindulatúbb, mint én, én nekem ez az X10, ez, ez egy nagyon félre siklott történetnek tűnik az én nézőpontomból, de azzal meg ugye lehet majd a fórumban vitatkozni a honlapi cikk alatt. Na, köszönöm szépen a figyelmet, bizony, hogy nem voltam túl unalmas. Mindenesetre jövő héten ismét lesz Mobilen a magazin, akkor már valószínűleg a megszokott szürkefehér világtérkép előtt, mert vissza kell térni a Székes fővárosba, hogy az ember felkészüljön az MVC utazásra. E, aztán majd megint váltunk helyszín, mert ugye Barcelonából lesz a, a, a műsor, aztán majd lehet, hogy megint váltunk helyszínt, mert egy kis enyhóveni hangulatot hozunk, szóval most egy picit ilyen vibrálóbb lesz talán a, a, az adás. Ebben a műsorban most túl sok beállásom nincsen, mert ugye a vanplásról tehetek be képeket, de körülbelül ennyit tudok, e, viszont e, aztán haladunk előre és a Később adásokban majd igyekszünk egyre több és több videóbevágást belerakni. Na, tényleg sokat téptem a számot. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, vigyázzatok magatokra, és jövő csütörtökön ismét a Magazin. Addig is minden jót, sziasztok!